A kiserdő szomszédságában fölállított asztaloknál először a néptáncosoknak tapsolt a közönség. A programot a szervezők elsősorban gyermeknapi meglepetésnek szánták, jó lehet nem csupán őket várták vasárnap délután. A szülők, nagyszülők is eljönnek. Ez nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek egymással ismerkedjenek, ismereteket szerezzenek, de nekünk felnőtteknek is nagyon jó, mert jó együtt lenni. A szervezők 400 szórólapot juttattak el a családokhoz, a lehetőségnek sokan örültek. Eléggé el van hanyagolva ez a környék, ez így kiesik. Tehát mindenből kiszorul szint, hogy akar, mert az ember, akkor be kell menni a városba. De ez így nagyon jó. Reméljük meg, hogy ez hagyományá válik majd itt. A Hajnóci utca járdája. Ha az időjárás is úgy akarja, még napokig őrzi a gyerekek krétarajzait. Szabolcs a környékről merítette az ihletet. Házat, faházat, meg fát, meg napocskát, meg virágokat. A mozgalmas feladatok közül a fánkevő verseny aratta a legnagyobb sikert. A zsinóra kötött sütemény elfogyasztása megizzasztotta a jelentkezőket. Az alacsonyabbak pipiskedve, a magasabbak térdrogyasztva igyekeztek elsőként bekebelezni a fánkot. Amikor az egész lejött, akkor már így, amikor a fele kint volt, a fele meg a számba, úgy nehéz volt nagyon megenni. Egy közelmúltban végzett felmérés szerint lakónépességre vetítve a Pletyka-faluban él a legtöbb gyermek. A körzet önkormányzati képviselője és a Hajnóci polgári kör a vasárnapi rendezvénnyel egyszerre igyekezett megünnepelni a gyermeknapot és a környezetvédelmi világnapot, melynek apropóján minden résztvevő egy cserépvirággal távozhatott.